Szia, sziasztok! Hello! Hi! Cseh! Beköszönök közben online is, mert elkezdtek minket nézni, akik néznek. Ez a kettő lonely ember, aki otthon néz minket. És nem... 13! Jó, de abból egy a streamesek ott hátul. Na, király, meg... Ne nézzétek innen, az annyira szomorú. Rontjátok a statisztikánkat. Szóval, hoztam nektek egy igerészt, úgyhogy felolvasom, kezdem azzal. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk, hová megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 14:1-6. Amikor készültem erre a mostani tanításra, akkor az volt a fejemben, hogy jó, tudom úgyis, hogy miről akarok beszélni, és miről akarok tanítani, és erről az egész igerészről pedig majd írok valami menő, valami trendi és valami fun tanítást. És... aznap, amikor erre készültem, aznap délután egy távolabbi családtagomnak a temetésére voltam hivatalos. És ahogy kint álltam ott a szürke felhős időben, és esett az eső, a lelkész egyetlen ige szakaszt olvasott fel aznap, és ez pedig a János 14-nek ez a része volt. Ott is akkor éreztem, hogy Isten így beszél hozzám. És akkor egy dolgot nagyon világosra tett nekem, ezt az üzenetet, amit ma át kell, és át szeretnénk nektek adni, se nem lesz menő, se nem lesz trendy, se nem lesz fun. Ennek az üzenetnek valódinak kell lennie. És annyira valódinak, mint amikor én ott kint álltam az esőben, és hallgattam a ravatalozást. Abban a pillanatban nagyon, nagyon elgondolkoztatott ott engem valami. Egy olyan dolog, ami szerintem sokatoknak átfut talán sokszor a fején, hogy az élet mennyire, egyszerre mennyire rövid, és egyszerre mennyire hosszú. Rövid, mert ki tudja, hogy 60-70-80 évünk van, az nem sok. 60-70-80 karácsony, gondoljatok bele, vagy új év, vagy szilveszter. Ebbe szoktam számolni, hogy még hány szilveszterem van 40-ig, amíg 40 leszek. És nagyon szomorú. És egyszerűen meg nagyon hosszú, mert van, amikor egy nap egy hétnek érződik. És csak azon gondolkoztam, hogy mennyire számít, hogy azokat az órákat, azokat a napokat, azokat a heteket, hónapokat, éveket és évtizedeket hogyan töltjük, és mivel töltöd? Tevőlegesen építve Isten királyságát, vagy otthon bezárva a négy fal közé? Ezt az üzenetet, amit itt Jézus megfogalmaz, néhány másik igerésszel együtt szokás Jézusnak a búcsú üzeneteinek is hívni. Mivel időben nem sokkal vagyunk azelőtt, hogy Jézust keresztre feszítik, ezért szokták ezt erre mondani. Jézus üzenete pedig iszonyat egyszerű, nincs örök élet, nincs más út a mennybe, csak Jézus által. Nem tudjuk kikerülni őt. Sem azzal, hogy jaj, de én nagyon jó ember voltam, sem azzal, hogy én segítettem mindenkinek, vagy hogy én kedves voltam mindenkivel. Nem. Jézus az út, az igazság és az élet. De miért beszélek most erről? Itt nektek. Itt a Konfigon mindig próbálunk olyan témát hozni, ami hiszem, hogy építi a ti kapcsolatokat Istennel. És kicsit segít abban, hogy te jobban megismerd Istent. Ki emlékszik az előző konfinak a témájára? Mindegy. Formálj tovább. Súgták a szervezők. Szóval, igen, szóval az volt a cím, hogy formálj tovább. Arról szólt,
úgy, arra szólt ugyanis a konfi, hogy, hogy Isten hogyan formál téged, és az életünk során ez az egész megszentelődésnek a folyamata, ez hogyan zajlik le. És a megszentelődésnek az útja, és egyáltalán mi a megszentelődés maga. Ugye erről beszéltünk múltkor. A mostani konfinek pedig az a címe, hogy? Igen, mutass többet. Mert hisszük azt, hogy Isten szeretné, hogy, igazság, hogy mély igazságként el tudjuk magunkban raktározni azokat az alapigazságokat, amiket ő tanít nekünk, és Jézus mutatott nekünk, miközben itt járt a Földön velünk. Köztünk. És szerintem már kezditek látni talán, hogy mire akarok kiukadni. Az előző konfival együtt most három olyan konferenciát szeretnénk hozni nektek, aminek ez a középsője, ugye? Ami pontosan ezt a tézist és ezt a hármas osztást veszi alapul. Ugye a tízesnek volt az út, a mostanának az igazság, és ha Isten is úgy adja és meg tudjuk szervezni, akkor a 12-esnek pedig az élet lesz a témája. Ezért a mostani konfinak ugye nem más a témája, mint az igazság, ahol három különböző tanításban szeretnénk ezt nektek bemutatni, hogy ez mi is lesz pontosan. Az első igazság arról szól, hogy kicsoda Isten, és honnan ered a te hited. A második igazság az arról szól, hogy kicsoda Jézus, ki Jézus neked, és milyen helyet foglal el Jézus így az üdv tervben. És a harmadik pedig arról, hogy mi történik akkor, amikor az én hitben erősen meggyökerezett igazságom szembe találkozik és konfliktusba kerül a világ elkorcsult igazságával. Úgyhogy ezt a hármast hoztuk nektek, három alapigazság, amire jó, hogyha emlékeztek, és jó, hogyha emlékeztetve vagyunk, mert tényleg ez az alapja a mi hitünknek. Viszont mindannyian tudjuk azt, hogy Jézus mit ért el az alatt, hogy ő az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Jézus az, aki ott Isten jobbján ülve pártoskodik, értünk. És viszont én sokkal vizuálisabb vagyok, szóval mindenki, szóval én úgy képzelem el, hogy képzeljétek-e magatok előtt egy keresztet, amúgy ott van egy, full meg tudtam volna csinálni, de nem gondoltam rá, mindegy, és döntsétek el balra, de amúgy mindegy, döntsétek el balra 90 fokkal. Nagyon jó. A bájos segítőm, Kristóf. Szóval, hogyha ez megvan mindenkinek, akkor képzeljük el a következőt. Nekem sokkal egyszerűbb így megértem az igeszakaszt, hogy három részre osztom. És ez itt, nem így készültem, de jó. Ez itt idáig a mi földi életünk. Rövid, a mindenhez viszonyítva. De itt van lehetőségünk arra, hogy mi elfogadjuk Jézust, mint megváltónk. És itt eljön egy olyan pont, ami teljesen ketté vág itt az egészet, és ez az igazságnak a pillanata a földi útunk után, ahol eldől, hogy te hittél-e. És utána pedig ez a nagyon hosszú részen pedig folytatódik az igazi élet, az örök élet, amit fönt a mennyben Jézussal. Úgyhogy, köszönöm, csak ennyi. Nekem sokkal egyszerűbb így megértenem. Úgyhogy szeretném megkérni a dicsi csapatot, ha készen vagytok. Gyertek föl. És csak remélem, hogy ez a tényleg rövid üzenet, ez segített nektek kicsit így megmutatni, vizuálisan is, hogy mire készülhettek a mostani konfin, és remélem, hogy ti is annyira izgatottak vagytok, mint amennyire mi vártuk ezt a konfit, hogy eljöjjön. Úgyhogy igen, lezárom egy imával, és utána pedig menjünk majd az Istennek a dicséretébe. Ezt visszaadom nektek. Hálásak vagyunk, Uram, ezért a mai napért, hogy ez eljött, és csak köszönjük, hogy ennyien itt lehetünk. Köszönjük a te
te jelenlétedet, köszönjük, hogy érezhetjük, hogy így betölti a te szent lelked ezt a termet. És csak arra kérlek, hogy áld meg nagyon gazdagon a dicsőítést, áld meg a tanítást, áld meg az estét, áld meg a közösséget, amiben leszünk ma. És igen, csak hívunk, Uram, hogy hagyd legyünk így veled közösségbe, és hogy tudjunk téged dicsérni teljes szívvel, így ma este is. Jézus nevében kértelek, amen.